A Gyirmuti Alkufer stadionban fogadta az MT 1904 a tavalyi MB2-es bronzérmes ZTE csapatát. A papírformának megfelelően a vendégek léptek fel támadólag. Király József tanítványai viszont magabiztosan vártak az adódó kontra lehetőségre. Az első vendég megingás a 13. percben adódott, amit ki is használtak a mieink. Patvaros rosszul vette át Forgács passzát, a labdára magasföldi csapott le és meg sem állt a kapuig. A kapussal szemben azonban nem lőtt, hanem Laki Balázsnak passzolt, aki meg is szerezte a vezetést az 1000%-os zicserből. Jobban játszott aztán a Moson-Magyaróvár, de a félidő vége előtt mégis egyenlíteni tudtak a zalaiak. A 35. percben a vendégek jobb oldala okozott zavart a hazai védelemben, Bedi Bence ívelt középre tökéletesen Daru Bence fejére. Az MB2 tavalyi gólkirályát védőink sem tudták levédekezni, így a hórihorgas csatár precízen fejelte el a labdát Tarci felett a hosszú sarok irányába. 1-1-jel zárult az első félidő, aminek az MTE örülhetett jobban. A második játékrészben végignyomott a fehérmezes vendégcsapat, ám a vezetést újra sikerült megszereznünk Smatovics által. A csapatkapitány a 78. percben nagyszerűen csapott le a középre kifejelt labdára, egyet tolt rajta, majd ballábbal tökéletes gólt ragasztott 15 méterről szappanos kapujába, 2-1 ide. A mérkőzést végül emberhátrányban fejeztük be, mert a hosszabbításban Cár szabálytalankodását szándékosnak ítélte a játékvezető. A mérkőzést egyébként kitűnően dirigáló Kovácsi Zoltán kicsit szigorú volt az esetnél. Az ETA nem tudott egyenlíteni, így az MTE 1904 megérdemelten győzelemmel debütálta a Merkantil Bank ligában, így 3 ponttal utazik a második fordulóban a Kozár Michelin csapatához. Azt gondolom, nem játszottunk igazán jól, főleg az első félidőben voltunk kicsit gyámoltalanok, kapkodósak. Elég sok labdát veszítettünk középpályán, ebből az ellenfél tudott kontrázni, ezeket nagyon jól csinálták. Második félidőben úgy éreztem, hogy uraltuk a játékot, volt egy időszak, amikor talán el is dönthettük volna, bár nekik is volt egy kapufájuk, és azt gondolom, hogy végén egy ilyen figyelmetlenségből, egy lapaton labdából, egy távoli lövésből megszerezték a vezetést, a győzelmet. Utána már nem igen volt sanszunk, elveszettek a párharcokat, tehát ott már inkább csak futottunk az eredmény után, úgyhogy ilyen szempontból nem egy ideális a kezdésünk. Győzelemmel debütált MB2-es vezetőedzőként Király József, így érthetően volt elégedett csapata játékával. Büszke vagyok azért, hogy feljutottunk az MB2-be, és az első mérkőzésünkön egy ilyen erős ellenfél ellen el tudtuk szerintem tüntetni azt a különbséget, ami talán papíron látszott, és tényleg végighajtva a mérkőzést, taktikusan, koncentráltan beálltunk egy, lehet, hogy azt lehet most mondani, hogy egy védekezőbb játékra, de a kontráink azok végigültek, és volt még 2-3 olyan lehetőségeink, hogyha az utolsó passzok azok jók, akkor még talán gólokat vagy 1-2 gólt megszerezhettünk volna. Az MTE legközelebb a 4. fordulóban, augusztus 14-én játssza hazai mérkőzését a Wittmann Parkban, a Nyíregyháza ellen.